Sziasztok! Kedven Gábor vagyok, és ezúttal a NISZPER-bizott csoportvezetőjeként adok elő. Jelenleg LibreOffice-t kell minisztériumba tennünk, és ezért felelős egy nyílt forrású alkalmazások csoport, aminek én lettem a megbízott vezetője. Talán nem függetlenül attól, hogy én tartom karban a LibreOffice magyar fordítását is. Nemrégiben elkezdtem a súgóval is foglalkozni némiképp, mert elég el volt hanyagolva szegény. Szóval tavaly a minisztérium kapott bizonyos feladatokat, és ezekről fogok most beszélni. Rövid áttekintés, néhány jogi előzménye volt ennek kormányhatározatok formájában. Nem megyünk vissza teljesen 2011-ig, de volt pár próbálkozás. A kormányhatározatok feladatokat adtak nekünk, ezeket fogom ismertetni, illetve néhány olyan kihívásról is szeretnék beszélni, amit már most látunk, hogy szembe fogunk velük kerülni. Az első jogi előzmény az a 1236/2016-os kormányhatározat. Ez egy viszonylag absztrakt, elvont intézkedéscsomag volt. Igazából elveket fogalmazott meg, amelyeket egy újabb kormányhatározatban kellett pontosítani, hogy pontosan milyen akciókat fog eredményezni. Ez kimondta, hogy cél lenne a nyílt forrású szoftverek terjesztése a közigazgatásban. Itt igazából az alkotók arra gondoltak, hogy az egyedi fejlesztésű állami megrendelési szoftverek esetén beszélhessünk tényleg nyílt forrású alkalmazásokról és szabad szoftverekről is. Ennek ezen kívül az is cél volt, hogy irodai szoftverek terén próbáljunk meg gyártófüggetlenedni az ismert monopól, kvázi monopól helyzetű beszállítónktól. Megfogalmazott egyébként olyan célt is ez a határozat, hogy azonnali jelleggel ingyenes irodai programcsomagot telepítsenek fel a NISZ ellátotti körében az asztali számítógépekre. Az ingyenes irodai programcsomag az a LibreOffice lett, és ez tavaly nyár vége felé meg is történt a telepítése. Mi az a NISZ ellátotti kör? Ennek a kormányhatározatnak az értelmezésében gyakorlatilag a minisztériumokat jelenti, mint intézményeket. Tehát az általuk felügyelt háttérintézmények, mint a rendőrség, ilyen olyan hivatalok az nem, de maguk a minisztériumok, mint szervezeti egységek, azok igen. Kivétel a Honvédelmi Minisztérium, mert az nagyon fontos, hogy bármiféle zavar nélkül tudjon tovább működni. Illetve oktatási anyagok elkészítését is magas szintű célként meghatározta. Ez volt a májusi állapot. A második kormányhatározat 1604/2016 volt. Ez novemberben jelent meg. Előkészítéséhez engem is megkérdeztek, hogy kellene ide beírni pontosan. Hát tulajdonképpen az lett számos intézkedés mellett legfontosabb, hogy a NISZ ellátotti körben az irodai szoftverek, csomagok, licensz felhasználása csökkenjen a képen látható mértékben, tehát 2017 végéig 20%-kal, aztán pedig 30-45 és végül 2020 végéig 60%-kal a tavalyi év végi gyakorlatilag 100%-os arányhoz képest. Vicces dolog az, hogy arányt írtak és nem abszolút számot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a minisztériumokban lévő kb. 10 000 jelenlegi felhasználó és 2016 végén lévő 10 000 felhasználónak nem a 20%-át, 60%-át kell átállítani, hanem amennyi adott év végén lesz, annak az adott százalékát.
ez különösen az idei évtől érvényes bürokrácia csökkentés a tekintetében érdekes, mert ez azt jelentette, hogy ez a 10.000 fő, ez 12.000-3.000-re hízott. Megfogalmaztak még egy olyan intézkedés, hogy kormányzati dokumentumformátum tár létrehozása és használata. Hát ez mi fánterem? Ez gyakorlatilag egy egységes sablontárat jelent a visszaellátotti körben, de nem csak ott, mert ez egy olyan pontja a határozatnak, ami már nem csak az ellátotti körre vonatkozik, hanem az egész kormányzati szektorra, tehát hát intézmények hasonlók is bejátszhatnak. Illetve volt még egy olyan fontos, mi szempontunkból fontos intézkedése, hogy tananyagok létrehozását és megismertetését is elrendelték. Ez majd a későbbi diákon fog visszaköszönni. A tennivalók, amiket ez a legutóbbi kormányhatározat megfogalmazott konkrétumok. Az első január 31-én volt határidős és elkészült. Módszertan Microsoft Office használat indokoltságának felmérésére. Cél, hogy ne állítsuk meg a minisztériumok napi működését, tehát úgy fogalmaz a kormányhatározat is, hogy a közigazgatási munkafolyamatok működőképessége, fenntartása, esetleg fejlesztése, valami ilyesmi. A cél, tehát nem szabad olyan emberektől elvenni a Microsoft Office-t, akik a munkájukat enélkül nem tudják elvégezni. Ezért egy olyan módszertant kellett letennünk az asztalra, ami ezt az illetékes operatív vezetők számára eldönthetővé teszi, hogy az adott dolgozók el tudják-e látni a feladatukat LibreOffice-szal vagy sem. Nagyon fontos, hogy itt nem a NIS dönti el, hogy ki az, aki használhat továbbra is Microsoft Office-t vagy LibreOffice-t kell használnia, hanem az illetékes operatív vezetők, tehát mi egy szolgáltató cég vagyunk, és nem dönthetjük el, hogy a felhasználóink azok mit kapnak. Viszont a miniszterek hatáskörében van utalva az, hogy a korábban ismertetett százalékok azok teljesüljenek, tehát ezt a kettőt ide lehet összepárosítani, hogy felülről jön egy nyomás, alulról pedig egy ajánlás. A módszertan maga az papíron egy 20 oldalas doksi, ezt nem tudjuk senkinek sem odaadni. Készült ezen kívül egy kérdőívkezelő oldal is, egy webes űrlap, és ezt kell kérdőívként kitölteni az operatív vezetőknek. És ennek a kiértékelése lesz a mi csapatunknak a kimenete az operatív vezetők felé, ami alapján ők meg tudják hozni azt a döntést, hogy munkakörben dolgozók, beosztottaik, azok migrálhatók vagy nem, el tudják látni a feladataikat LibreOffice-tal, vagy esetleg neki továbbra is kell a Microsoft Office napi munkavégzésükhöz. Tehát a felhasználók azonosítása a cél. És ennek a felmérésnek a tényleges végrehajtására van egy április 30-ai határidő azzal, hogy ezt minden évben meg kell ismételni adott év április 30-áig. Mert hát, hogyha változik a szituáció, meg a világ körülöttünk. Én ebben bízom, hogy ez meg fog történni. A másik tennivaló, amit szintén definiált a kormányhatározat, hogy oktatást kell kapniuk a dolgozóknak, lehetőleg szélesebb körben. Ezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hatáskörébe utalta a határozat, mert hogy ők értenek az oktatáshoz, a NIS pedig informatikai szolgáltatóként tud ebben a projektben részt vállalni. Hát oktatás nélkül nem lehet bevezetni komolyabb szoftvereket, a LibreOffice az egy komolyabb szoftver, tehát mindenképpen fogunk ilyen fajta támogatást adni az NKR-nek, hogy mégis mit kellene leoktatni, illetve
mégis mik azok a problémák, amik szembe jöhetnek. Ő pedig majd szépen írnak egy gyönyörű, interaktív, színes, szagos, online, e-learninges tananyagot arról, hogy kedves felhasználó, hogyan tudod ezt a problémát megoldani. Mert a felhasználót végül is csak az érdekli, hogy emlékeztesse a munkáját. Mi ebben szeretnénk őket támogatni, mert majd gondolom az NK is ebben fogja őket támogatni. Másik határidős feladat a dokumentum sablontár, formátumtár használatának a bevezetése. Ez ugye nem csak a visszaellátottakat érinti, de ez egyelőre még erősen tervezési fázisban van, valamikor második fél évben talán ez is el tud indulni. És mindezen tényezők, feladatok eredményeként el tudjuk érni reményeink szerint évvégig azt, hogy felhasználók 20%-át át tudjuk állítani LibreOffice-ra, és ez a 20% jövő évtől kezdve el tudja látni a napi munkavégzését a LibreOffice használatával is. Igen, menjünk tovább. A harmadik fázis, mire számíthatunk? Hát ugye elég sok olyan kihívásról lehet már most is tudni, amivel szembe fogunk kerülni. Első az információ hiány. Nagyon kevesen ismerik a LibreOffice-t, különösen az ellátott körön belül. És ezért adottságként kell kezelni, hogy ezek a felhasználók nem tudják a választ arra a kérdésre, hogy el tudom látni a munkámat ezzel az új szoftverrel. Erre a válasz az, hogy igen, el tudod látni a munkádat, csak ezt el kell nekik mondani. Tehát ezt egy erős kommunikációs tevékenységgel fogjuk támogatni, hogy ez az üzenet tudatosuljon minden felhasználónkban. Másik probléma, dokumentum megjelenítés eltérések fordulhatnak elő. Hát interoperabilitás az egy eléggé összetett problémakör. Többfajta megoldás van. Az első az, hogy a felmérés során, amit április 30-áig kell elvégezni, elég sok olyan ismert problémára rákérdezünk, hogy önök használják-e az adott munkakörben az adott a funkciót, amelynek az implementációja a LibreOffice-ban nem ugyanolyan, mint a Microsoft Office-ban. Aki ilyet használ, attól nem tudjuk elvenni a Microsoft Office-t, tehát ez egy olyan fajta megoldás, hogy akkor ebben az esetben nem migráljuk a kedves felhasználókat. Másik megoldás, hogy fejlesztési szolgáltatást veszünk igénybe, mert ugyan a LibreOffice az nyílt forrású és bárki fejlesztheti, de ez nem jelenti azt, hogy bárki fogja nekünk a két szép szemünket fejleszteni, úgyhogy tervezzük, hogy megbízunk egy ezzel foglalkozó céget, hogy legyen szíves és a minket leginkább égető problémákat, amelyekre egyébként a felmérésben rákérdezünk, legyen szíves és javítsa meg nekünk. A NIS ugye alapvetően nem foglalkozik fejlesztéssel, csak üzemeltetéssel, tehát tudjuk támogatni a felhasználókat a LibreOffice használatában, meg tudjuk mutatni, hogy hogyan kell jól használni, de fejlesztéssel nem foglalkozunk, ez döntés kérdése volt, úgyhogy ezt mindenképpen piaci szereplőtől fogjuk beszerezni, és nem házon belül oldjuk meg. Illetve a másik megoldás, hogy a dokumentum sablontár a projekt eredményeként olyan dokumentum sablonok fognak előállni, amit a szakértő támogatásunkkal segítünk, amelyek egyaránt működnek Microsoft Office-ban és LibreOffice-ban is. Igen. Még egy érdekes momentum ennél a pontnál, hogy az a vezetői döntés született, hogy a Microsoft Office formátumát fogjuk továbbra is használni LibreOffice-ból is, és ez véletlenül csökkenti a konverziós hibák, a problémák megjelenítési eltérések.
lehetőségét. Illetve ez az a pont, amely miatt fejlesztés támogatásra is meglehetősen nagy szükségünk lesz. Ahhoz, hogy a jövő év, meg az utáni, meg az utáni százalékos célokat el tudjuk érni. Aztán utolsó pont, támogatási igény. A felhasználóknak ugye rengeteg kérdésük lesz fel, vélhetően még az oktatás után is, hogy mégis mit kellene a szoftverrel kezdeni, hogy napi munkájukat el tudják látni. Erre az ügyfélszolgálat képzésével, támogatásával készül a csapatom. Illetve, hogyha nagyon nem tudnak a legegyszerűbb problémákra az ügyfélszolgálaton az útmutatásaink alapján választ adni, akkor mi is állunk a kedves felhasználók rendelkezésére. Szeretném érzékeltetni, hogy ez mennyire fontos az én számomra. Ugye több éve vagyok LibreOffice hozzájáruló, és miatt szereztem be ezt a csodálatos kabala plusz állatot. Ezért elkötendő azt, hogy a problémáknak, ugyanúgy ahogy Office-kának, Office-ka, én vagyok a gazdája. Tehát számomra nagyon fontos, hogy minden felhasználó minden problémáját meg tudjuk oldani, és ezért lett Office-ka az én kabala állatom. Ez azt mondom, hogy díszelek minden nap. Jó, tovább. Ennyi lett volna a mondani való. Fontos információja, a csapat létszáma még nem teljes, úgyhogy ha valakit érdekel a kihívás, akkor várom szeretettel a CV-jét. Köszönöm szépen!